Megbeszéljük. Azt mondja a Klubrádió a híreiben, hogy beszállt a választási kampányba a Nemzetgazdasági Minisztérium is, a tárca részéről Szalai Piroska ugyanis kiszámolta, hogy az Együtt PM programjából Bajnai Gordonék ki akarják, mármint hogy úgy abból számolta ki a Gazdasági Minisztérium illetékese, ki akarják szorítani a nőket a munkaerőpiacról, hosszú számolás következik, és a végén kijön az, hogy körülbelül 20-30 ezerrel kevesebb, sőt 40 ezerrel kevesebb létszám szerepel az Együtt PM programjában, mint amennyi egyébként foglalkoztatott nő van ma Magyarországon. A vonalban Szelényi Zsuzsa, az Együtt PM politikussal, kezi csókolom. Jó estét kívánok! Olvasta, hallotta? Hallottam, persze. És egyetért? Nézd, de ez egy nagyon vicces nyilatkozat Szabó Piroskától, amiben legalább 32 szám szerepel, ebből is látszik, hogy itt egy valami ravasz bűvészkedés zajlik, és egyébként a következtetése maga egy megtestesült nonsens. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mi nekünk mi a világképünk a nőkről és a nők társadalomban betöltött szerepéről, és a Fidesznek mi ez a világképe, akkor rögtön lehet látni, hogy nagyon, mi nekünk a programunk, még ha akarnánk, sem szólhatna arról, hogy a nők kevésbé dolgozzanak. Úgyhogy de mégis csak leírtak egy számot, bocsánat, leírtak egy számot, ha igaz. Tehát, hogy igaz-e, hogy az Együtt PM programjában 2018-ra 1.750.000 nő foglalkoztatott szerepel? Ezt a számot ők számolták ki, a mi programunkban nem szerepel ilyen szám, mint ahogy olyan szám sem szerepel benne, amit a Fidesz magára vonatkoztatva pozitív mintaként felhoz, nevezetesen, hogy mennyi nő dolgozik ma Magyarországon. Ugyanis a mi számításaink szerint, meg a valóságérzékelésünk szerint is, a nők is, csak úgy, mint a férfiak, sokkal kevesebben dolgoznak, mint korábban, és az, hogyha ez nem így tűnik, az csak azért van, mert a közmunkásoknak álcázott munkát valódi munkahelynek tekinti a Fidesz mindenféle statisztikájában, és innentől kezdve nem lehet ezekkel a számokkal valójában mit kezdeni. De mégiscsak kell valamit kezdeni, vagy azt kell mondani, hogy ezek közül a számok közül egyik sem igaz. De a nagy nyilvánosságban az hangzik el, ehhez képest mi ugye kicsikék vagyunk, de szerények legalább, tehát, hogy a nagy nyilvánosságban, most úgy értem, hogy az összes többi média felületen azt hangzik el, hogy a Fidesz több nőnek adna a munkát, mint amennyinek az Együtt PM tervezi, szeretne. Jó, a Fidesz azt állítom, hogy ezekkel a számokkal egy humbug, amit művel, és valójában ma Magyarországon a nők munkaerőpiaci helyzete jelentősen rosszabb, mint korábban volt, úgy, hogy egyébként a nők Magyarországon tartósan rendkívül alacsonyan vannak foglalkoztatva. Ezt mi egy olyan komoly problémának tekintjük, hogy egy önálló programcsomagunk készült a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében, mert ezt egy kardinálisan fontos kérdésnek tekintjük. És akkor az miben különbözik a Fidesztől? Tehát miért meri állítani, hogy több nőt foglalkoztatnak majd, ha önök kormányoznak, mint amennyit a Fidesz kormányzása alkalmával, hogy az idején lehetne foglalkoztatni? Ja, én nem akarok ilyen számversenybe bele menni, mert szerintem az a Szabó Piroskának a metódusa, nem pedig a miénk. Én azt mondom, hogy mi mindenek előtt alapvetően az egész kormányzati politikára vonatkoztatott tervünk az arról szól, hogy a magyarok közül sokkal többen tudjanak dolgozni. Ennek mindenek előtt az az előfeltétele, hogy Magyarországon legyen egy csomó új munkahely, ami évek óta nincsen. 50 ezer munkahely szűnt meg csak az egykulcsos adó miatt. Tudjuk, hogy milyen rengetegen mentek el Magyarországon, tehát ma Magyarországon sokkal kevesebben dolgoznak, mint 3-4 évvel ezelőtt. Egy új kormánynak, amiben remélhetőleg mi is szerepet kapunk, annak a munkaerő, a munkahelyteremtés nők és férfiak számára is kardinális alapvető feladata lesz. Ez mindenek előtt gazdaságpolitikai kérdés, olyan kiszámítható, befektetőbarát gazdaságpolitikát fogunk csinálni, amelyre részletes terveink vannak, amely új munkahelyeket teremt jelentős számban. Ugyanakkor a nőkkel külön foglalkozni kell, hiszen a nők munkalehetőségei nagyon sok tekintetben korlátozva vannak. A legnagyobb probléma
mindig is az volt az utóbbi két évtizedben, hogy a nők azért nem tudnak elegen dolgozni ahhoz képest, amennyien szeretnének, mert nem tudnak a gyerekeikkel mit csinálni. Tehát a női munkavállalás hozzásegítéséhez az elsődleges lépés az, hogy széles körben bővíteni kell a gyermekellátásnak a lehetőségeit. A Fidesz is meghirdetett ezzel kapcsolatban bölcsődefejlesztési tervet, de bölcsődéket kis településeken nem érdemes építeni, hiszen azok ilyen módon nagyon drágák volnának. Tehát a gyermekgondozás, a gyermekfelügyeletnek a helyszíneit sokkal bőségesebb és rugalmasabb formákban kell elképzelni. Például a családi napközik, amik ma nem úgy működnek Magyarországon, ahogy kéne, azok rengeteg új munkahelyet is teremtenének, ha mondjuk egy nő az otthonába 2-3 másik gyerekre vigyázhatna. Az neki is munkahelyet teremtene, plusz 3-4 nő tudna még dolgozni. Erre Magyarországon ma nagyon-nagyon korlátozottak a lehetőségek, de hát a mi programunkban ez az elsődleges, a gazdaságpolitika mellett ez a következő legfontosabb lépés. Akkor, vagy még van? Vannak, még bőven vannak elképzeléseink. A másik nagy probléma, miért a nők, nagyon-nagyon kevés nő dolgozik Magyarországon, főleg a kisgyermeket nevelő nők között olyan 30-34% az egyszerűen drámaian alacsony európai összehasonlításban. Mindenképpen lehetővé kell tenni, hogy a nők gyers mellett is dolgozzanak, tehát azt megadjuk nekik azt a lehetőséget, javadalmazzuk azt, hogy gyermeket vállalnak, ugyanakkor tudjanak dolgozni. Mi erre egy voucherest, egy utalványos rendszert javasolunk, hogyha a szülők utalványba kérik a gyerst, akkor az magasabb, mint hogyha készpénzben kérik, és azt a utalványt, azt például gyermekelhelyezésre tudják majd fordítani. Ez egy olyan konstrukció. Tehát, hogy egész, ha jól, igen, egész részletes programjuk van, mert ez valahol Európában már működik. Ezek Európában nagyon jól működő módszerek, amiket mi javaslunk, nem is különösebben bonyolult, egyszerűen meg kell ismerkedni ezeknek a használatával. A családi napközire ugyanúgy vonatkozik. De van még nekünk egyéb javaslatunk is. Csak felsorolásszerűen mondom, mert ez nagyon fontos. Csak kéne fussunk az időből, jó. Tehát részben nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyers és a családi pótlék az értékmegőrző legyen. A Fidesz kormányzat idején 20%-át értéküket vesztették ezek a családi szolgáltatások. Legalább 4000 gyerek konkrét óvodáztatása hiányzik ma Magyarországon, ugye erről már korábban beszéltem. Egy nagyon fontos szempont a részmunkaidős foglalkoztatásnak a megoldása. Erre vannak különböző rendelkezések Magyarországon, de igazából a munkáltatók nincsenek érdekeltéve ezeknek az alkalmazásába. Mi alanyi joggá tesszük azt, hogy a nők, illetve adott esetben apák is élhessenek ezzel a lehetőséggel. Erre is megvannak már a legjobb mechanizmusok. És van még egy nagyon nem tudom, hogy hallott-e róla, itt valamelyik műsorunkban szerepelt, hogy talán Dániában, de ebben nem vagyok biztos, kötelezve vannak a férfiak arra, hogy valamennyi periódust gyesen töltsenek. Hát személy szerint én azt gondolom, hogy ez előbb kell eljutni, mert ez igazából ez az egyetlen, ez a leg... Tehát ez nagyon sok más oka is van, hogy ezt bevezessük, és a férfiaknak is nagyon jól tesz, hogy a gyerekneveléssel foglalkoznak. Ha, mert nincs is jobb szórakozás szerintem se. Azt, tehát akkor megismételhetem, hogy ön kategorikusan cáfolja, hogy szerepelne az Együtt PM anyagában ez a szám, amit Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium tárca részéről nyilvánosságra hozott, sőt, igen, határozottan állítja, hogy az önök programja sokkal több nő számára teremt munkalehetőséget, mint a Fidesz programja, a Fideszét ismerjük, most már az önökét is. Így van, mindenképpen, ez a nagyon fontos cél a mi programunkban. Szellényi Zsuzsának, az Együtt PM politikusának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, kezdi csókolom. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra.